Közeleg az NB1B rajtja, így a csapatok sorra játsszák a felkészülési meccseket. A nyíregyháziak az elmúlt hétvégén Ózdon vettek részt egy tornán három másik másodosztályú csapat társaságában. Bécsi János együttese az elődöntőben a debrecenieket verte 4 góllal, a döntőben pedig a Balassa gyarmatnál bizonyult jobbnak 11 találattal. A szakember a torna győzelem mellett annak is örült, hogy a fiatal játékosok jó teljesítményt nyújtottak a két mérkőzésen. Rengeteg junior, illetve ifi játékosunk van most ebbe az évbe a felnőtt csapatba, és az ő játékuk mindenféleképpen nagy felüdülést hozott. Egyrészt a lendületes gyors játékuk, meg az, hogy megnézhettem azt, hogy a bajnokság közben mennyire fognak merészek lenni, és mennyire fognak beilleszkedni a csapatba. Úgy gondolom, hogy tökéletesen helytálltak, Mihai Béla, Horváth Bendegú szélen, tehát elég gólerősen játszottak, a Fóri Zsolori átlövő teljesítmény az kimagasló volt, tehát 17-18 éves fiúról beszélünk, és mérkőzésenként egy ilyen 6-7 gólos átlagot hozott, illetve a Hegyesi Kristóf beálló pozícióba, aki mindenféleképpen ebbe az évben lehetőséget fog kapni. Én úgy gondolom, hogy az eddigi felkészülés, illetve a mérkőzések azt mutatják, hogy jó úton vagyunk. Van még egy bő 2 hetünk a bajnoki rajtig. Hétvégén megyünk még Balmazújvárosba egy nemzeti közi tornára, ugyanígy egy 4 csapatos tornára, ahol már szeretném tovább csiszolni a játékelemeket. Mint Bécsi János elmondta, lassan mind a pályán, mind az öltözőben kialakul a csapaton belüli hierarchia. A fiatalok már az elmúlt évben is a felnőtt csapattal készültek, tehát nem ismeretlen számukra a felnőtt közeg. Igaz, hogy csak edzéseken, illetve 1-2 mérkőzésen kerültek oda. Természetesen azt mondtam, a pályán mindenki egyenrangú, de megvan az a rangsor, van egy irányító, van egy idősebb játékos, akinek a szava az elsődleges, és az ő döntését meg kell hallgatni, és oda kell figyelni az ő mondataira. De azt kértem, hogy ne legyenek megilletődve, mert ha pályára kerülnek, akkor nekik is ugyanolyan szerep jut, mint egy felnőtt játékosnak, és ugyanúgy oda kell menni, ugyanúgy cselezni kell, ugyanúgy kell kapura lőni, és nem lehet alibizni. Mert ha alibizünk, akkor nem tudok rá számítani a bajnokság közben. Én úgy gondolom, hogy a fiatalok ezt megértették, és nagyon szépen beilleszkednek a játékba, az öregek pedig elfogadják a fiatalokat. A nyíregyházi csapat a szezon első tétmeccsén a Magyar Kupában szeptember 7-én az Ózdot fogadja. A bajnokság nyitófordulójában szeptember 14-én a Deac érkezik a Continental Arénába.